Jó estét, szerbusztok! Ahogy elnézem, itt messze vagyok a legidősebb, úgyhogy az urakat fölhatalmazom, hogy tegezzenek. Ha a hölgyek megengedik, akkor nagyon megköszönöm. Nyugodtan tegezzetek ti is engem. Szeretnék egy kicsit hangosan gondolkodni, már csak azért is, mert a közönség olyan, akikkel ebben a témában érdemes együtt gondolkodni. És azért is mondom, hogy inkább együtt gondolkodásra invitálok mindenkit, mert és nem előadásra, mert olyan dologról szeretnék beszélni, ami igazából nem egy lezárt dolog is. Ez pedig a televíziózás jelene, illetőleg a televíziózás jövője. Valaki azt mondta, hogy körülbelül a televíziózás, itt most nem a magyar televíziózásról van szó, hanem általában a televíziózásról van szó. Körülbelül olyan helyzetben van, mint amikor a zeneipar összedőlt ezekkel a letöltésekkel, amikor a fiúk, lányok elkezdtek tudni CD-t írni, meg letöltögetni, meg mit tudom, mind összedőlt az egész, és újra kellett az egészet gondolni, hogy valami ilyen időszakot él a televíziózás is. Ez azt gondolom, hogy részben igaz, azért csak részben, mert azt gondolom, hogy a televíziózással kapcsolatosan pillanatnyilag, meg a közeljövőben a helyzet sokkal komplikáltabb és sokkal összetettebb, mint amilyen volt a zeneiparral kapcsolatosan. És ennek számos oka van. Úgyhogy inkább egy kicsit hangosan gondolkodnék, aztán beszélgessünk róla, és mivel hangosan gondolkozom, és mivel a téma nagyon komplikált, ezért bocsánatot kérek azért, hogyha csapkodó leszek. Eleve az a probléma, hogy amikor televíziózásról beszélünk, akkor miről beszélünk? Televíziós műsorokról beszélünk, vagy televíziós csatornákról beszélünk, vagy televízió fogyasztási szokásokról beszélünk. Ugye? És ez már rögtön három dolog, és ráadásul, hogyha ezt a hármat összeteszem, meg összekutyulom, mert ugye nem lehet teljesen szétválasztani egymástól, akkor a helyzet nagyon komplikáltá válik. Hiszen ugye, ha mindenki belegondol a saját televíziózási szokásaiba, akkor, és mindenki elmondaná egyesével, akkor kiderül, hogy a kép az nagyon-nagyon komplikált, és ráadásul a világban ez folyamatosan változik. Az egyik, hogy kezdjük az egyszerűbbel, a televíziós csatornákkal. Ugye annak idején, amikor a televíziózás kialakult, akkor nagyon fontos volt a televíziós csatornák életében az úgynevezett programming. Az, hogy hogy építik egymásra a műsorokat, hogy hogy épül föl a nézettség, hogy az egyik műsor nézettségére, hogy épül rá a következő műsor nézettség, és arra a harmadik nézettsége, és aztán hogy alakul ki a prime time időszak, ez hogy működik, melyik műsor hogy adja át a nézettségét és a nézőit a következő műsornak, és hogy tudják ott tartani a csatornáknál a nézőket. Mai napig azért még megtalálható ez a jelenség, tehát ez a klasszikus csatorna jelenség, megtalálható Magyarországon is, és tetten is érhető elég jól. Ma Magyarországon ugye ez nem egy nagy titok, az RTL klub az, amelyik a leginkább közel tartja magához a nézőket, és el tudja érni azt, hogy amikor valaki a családból hazaérkezik és bekapcsolja a tévét, akkor az RTL-t kapcsolja be, és egész estig az RTL megy, bármi mehet rajta. Ugye az egész szakmát megdöbbentő adat volt, hogy amikor egy pár évvel ezelőtt egyszer az RTL klubot megbüntették, és egy órán keresztül feketét kellett sugározni, akkor annak 50 ezer nézője volt az AGB szerint. Tehát 50 ezer ember nézte a feketét. Na most ez mit jelent? Nyilvánvalóan nem nézték, hogy hátha szürke 50 árnyalata bekövetkezik, vagy lehet, hogy bekövetkezett, de az nem televíziózás, hanem egész egyszerűen bekapcsolva hagyták a televíziót. Tehát magyarán szóval eszükbe se jutott, hogy átkapcsoljanak máshova. Vagy a másik, ami ilyen nagyon érdekes dolog volt egy olyan év, 8-10 évvel ezelőtt, amikor mind a három nagy csatorna, tehát az MTV, a TV2, meg az RTL, közvetítette a tűzijátékot. Ugyanazt a tűzijátékot. És érdekes volt, hogy az átlagos nézettségbeli arányok a három csatorna között, ami kimutatható volt, az ugyanúgy kimutatható volt, és hozzávetőleg ugyanaz volt a különbség. Tehát ugyanúgy az RTL-t nézték többen, és annyival nézték többen, amennyivel általában többen szokták nézni, mint a TV2-t, illetőleg a közszolgálati televíziót. Tehát még mindig van ez a fajta csatornákhoz való kötődés. És még mindig vannak olyan családok, ahol úgy televízióznak, hogy aki először hazaérkezik, az bekapcsolja, és aki utoljára lefekszik, az kikapcsolja, és onnantól kezdve mehet, mindegy, hogy mi van, onnantól kezdve ez megy. Ugye ez a bizonyos Andy Warhol féle a szemrágógumia effektus. De az is jól látszik, hogy ez azért csökken.
körülbelül tíz évvel ezelőtt nyilvánvalóan nagyságrendileg a két nagy kereskedelmi csatorna a legnézettebb műsoraival gond nélkül 2 millió fölé néző tudott menni. Tehát több mint 2 milliós nézettséget el tudtak érni. Ma ennek a közelébe sem nagyon tudnak kerülni. Tehát hogyha megközelíti a 2 milliót ma egy műsor, akkor ott valami egészen extrém dolog történt, és nem is kicsivel csökken. Tehát hogyha ma már 1 millió 1, 1 millió 2 fölé, vagy köré megy egy televíziós műsor nézettség, az nagyon jó. Vajon mi ennek az oka? Alapvetően két oka van. Az egyik az az, hogy nagyon sok ember van, aki valamilyen módon elfordult a televíziózástól. Sok ember van, tehát egyre több felől hallom például én, és nem tudom, vizsgáljátok meg a saját közegeteket, de egyre többen vannak olyanok, akik azt mondják, hogy egyáltalán néznek televíziót. Sőt, nincs is televíziós készülékük. Zárójelben azt kell mondjam, hogy azért ez butaság, tehát olyan, mintha egy könyvet se tartana otthon az ember, mert olvasott 3 vackot, de ez mindegy, erre most ne térjünk ki. Nagyon sok olyan ember van, akinek egész egyszerűen megváltoztak a televízió nézési szokásai, illetve nagyon sok ember van, akinél kioltódott ez a fajta csatorna kötődés. Sok ember van, aki a tematikus csatornákat nézi, tehát érdekes módon a két csatornának a nézettsége az a részben eltűnt, részben átkerült ezekhez a különféle tematikus csatornákhoz, illetőleg ugye ez a bizonyos internetes televíziózás, vagy az, hogy föl tudom venni a set-doboxa, fel tudom venni a műsort, és meg tudom nézni, vagy az, hogy mondjuk nem tudom, például egy ilyen helyen baromi jól el lehet helyezni egy monitort, vagy egy kivetítőt, és akkor itt 200 ember meg tud nézni a labdarúgó mérkőzést. Ami egyrészt ugye a televízió nézettségi szokásokat változtatja meg, másrészt egyre inkább nehezen mérhetővé teszi azt, hogy hányan néznek televíziót. Mert azt nem tudja mérni az AGB, hogy itt ül 200 ember, vagy 300 ember, és nézi ugyanazt a mérkőzést. Vagy azt sem tudja nézni az AGB, hogy én a set-top boxommal fölveszem az egyik csatorna műsorát, és közben megnézem a másikat. Csak nagyon röviden mindig. Van itt olyan, aki saját maga részese volt nézettségi mérésnek, vagy ismer olyat, aki részese volt nézettségmérésnek? Megint nem sikerült, még soha nem találkoztam emberrel, aki részlet ebben, vagy látott olyat, aki részlet ilyen, de fogalmam sincs. Elméletileg ez úgy működik, hogy 820-kve, de ezt a Kolosi lehet, hogy tudta volna, hogy 820-kve 1000 háztartásban a televíziós készüléket ellátják egy berendezéssel, ami regisztrálja azt, hogy melyik csatorna van bekapcsolva, és adnak egy ilyen távirányítószerű készüléket, ami van egy gomba az apuka, van egy az anyuka, a Pistike, a Julcsika, a nagypapa, a nagymama, és azt nyomkodniuk kell bizonyos összegen, nem tudom mekkora összegér, hogy éppen, tehát aki leül tévét nézni a csátból, az megnyomja, és amikor föláll, akkor megint megnyomja, hogy ő már nem néz, és akkor ez alapján mérik, méghozzá perces bontásban. Tehát másnap délelőtt az AGB kiadja az adatokat, perces bontásban lehet látni azt, hogy mit, hányan néztek. De egy híradón belül lehet látni, melyik hírnél kapcsoltak el a nézők, és melyiknél kapcsoltak vissza, és pontosan látszik, hogy mikor van reklám egy adott műsorban, mert akkor esik a nézettsége, és mikor jönnek vissza a reklámra. Na mindegy, szóval, de ezt nem tudjuk, hogy ki csinálják, mert még mindig nem láttam én se olyat, aki tudott volna erről, és ebben most is sem tudtatok nekem segíteni. Szóval ez megnehezíti egyébként tehát a mérését, hogy vajon hányan nézik a különféle műsorokat, de egyelőre nincsen jobb. Ugyanakkor ez tartja el a televíziókat, tehát a reklám tartja el a televíziókat. Ebből az egészből leginkább szerintem az internetes televíziózás a legérdekesebb, de majd erre visszatérünk. A másik probléma, ami részben ebből fakad, hogy vajon meddig lesz érdemes televíziós műsorokat csinálni, ezt a programingot figyelembe véve, ezt az építkezést figyelembe véve. Csak egy nagyon közeli példát mondjak, talán hallottatok arról, hogy a közszolgálati televízió megszüntette a Maradj Talpon című vetélkedőt. Most nem akarok belemenni a részletekbe, de igazából az volt az egyik mögöttes gondolat, gondolom én, mert nem osztották meg, hogy a Maradj Talponnak az volt az egyik fontos szerepe, hogy a híradó előtt fölhúzza a nézettséget, tehát viszonylag nagy nézettséget adjon át az MTV híradójának, és amíg nézik a Maradj Talpont, addig sem nézik a konkurens csatornák híradóit. Igen ám, de ugye a közszolgálati televízió megváltoztatja a maga televíziós rendszerét, és kialakít egy hírcsatornát, illetőleg kialakít egy ilyen szórakoztató csatornát, ez lesz ez a bizonyos Duna. És ezáltal ez a Maradj Talpont című vetélkedő műsor, ez elvesztette azt a szerepét, hogy fölhúzza a nézettséget a híradó előtt, és egy nagyobb nézettséget adjon át a híradónak. Igen ám, de hogyha a műsornak már nincs ilyen szerepe, akkor újra
kell számolni a matekot. Ugye a televíziós műsoroknál úgy számolják ki a gazdaság részét, hogy egy percnyi műsoridő előállítása hány forintba kerül, és akkor utána ki tudják ebből számítani, hogy ez gazdaságos vagy nem. Hogyha átrendezem és elveszíti ez a műsor ezt a szerepét, akkor valószínűleg egy gazdasági szereplő vagy gazdasági vezető kiszámolta azt, hogy ez a műsor most már így túl drága. Nem kell, ne készítsük el. És akkor megszüntetjük. Hogy aztán ez beválik, vagy nem válik be, az egy másik kérdés, most erre nem is akarnék kitérni, mert nem akarok személyeskedni semmiféleképpen sem, de hogy ilyen szempontok nagyon fontosak ebben a fajta televíziózásban. Csak az, még az a kérdés, ugye, hogy ez meddig lesz szempont, és meddig lesz, és milyen szempontok lesznek, hogy milyen televíziós műsorokat készítsünk el. Ugye mindenki tudja, hogy ez alapján, ugye kiszámolom forintra, hogy melyik műsor drága meg olcsó, ezen az alapon, hogyha csak ez lenne a szempont, akkor kizárólag mexikói és venezuelai szappanoperák mennek a televízióban, mert általában ezeket iszonyatosan olcsó lehet megszerezni, sőt általában, hogyha egy televíziós csatorna megvesz egy bizonyos műsort, akkor utána dobnak még három ilyen szappanoperát, hogy csomagba vigyétek ezt is. Tehát $1000 meg lehet szerezni egy ilyen műsornak a egy részét, meg tehát a fittingekért be lehet gyűjteni. Igen ám, csak ugye egy csatornának szüksége van arra, hogy legyenek olyan televíziós műsorok, amik által azonosíthatóvá válik. Mert egyébként tömegével vannak az olyan csatornák, tehát hány olyan csatorna van, amit ti föl tudtok sorolni, és egy műsort hozzá tudtok kapcsolni. Nagyon sok olyan van, amelyikhez nem tudtok műsort kapcsolni. Hanem az ember így átszánkázik rajta, végignyomkodja, és egyébként nem tudod, hogy ehhez a csatornához melyik műsor kapcsolható. Tehát ez nem biztos, hogy jó. Tehát ez is egy szempont a gondolkodásban, hogy készítsünk-e olyan műsorokat, amik által azonosítható lesz, de drága a műsor, vagy ne készítsünk ilyet. Ezek újabb kérdések, ezekről nyugodtan beszélgethetünk majd. És e tekintetben, ugye például ez is egy kísérlet, amit most csinál a köztelevízió, és kérdés az, hogy ez hogy fog beválni, de ezzel kapcsolatosan csak találgatások vannak. A másik egy nagyon érdekes kérdés, hogy ezek a tematikus csatornák. Hogy nagyon sok egyforma tematikus csatorna van, nagyon sok filmcsatorna van, nagyon sok gyerekcsatorna van, nagyon sok sportcsatorna van, nagyon sok természetfilmcsatorna van. Vajon ezeket hogy lehet eltartani? Meddig lehet eltartani? Meddig lehet fönntartani? Mekkora nézettségig éri meg? Meddig fizetnek érte az emberek ilyen szolgáltatói díjakat? És akkor eljutunk arra a pontra, hogy egész mostanáig ugye az volt a reklám szöveg, hogy fizessél elő nálunk, és akkor kapsz 180 csatornát. Hú, de jó. És aztán az ember megnézi, és akkor 180-ból mennyit nézel. Most viszont elkezdik azt mondani, hogy egyszerűsítsük le ezt a dolgot, nézzél csak annyit, amennyire szükséged van. Tehát elkezdtek jönni azok a reklámok, hogy nem kell a sok vacak. Ugye van ez az a jópofa reklám, ahol a kecske megjelenik a fickó helyett a biztos... Tehát ez a mindig tévés reklám, hogy csak az, ami szükséges. De ennek van egy például egy másik változata is. Nyugat-Európában, Svédországban elindult egy internetes szolgáltató, és még azt hiszem, hogy mindig csak Németországban és Spanyolországban van, ami azt jelenti, hogy te regisztrálsz, előfizető vagy. De nem azt kapod, amit mondjuk a DigiTV kínál, vagy a UPC kínál, hanem egy csatorna kínálatból te kiválaszthatod, hogy neked melyik csatorna kell. És csak azokra fizetsz elő. És nem kell átszánkáznod az összes többin. Tehát kiválasztod azt az 5-6 csatornát, és mondtam egy számot, ami lehet, hogy több vagy kevesebb, amennyit te valóban szoktál nézni, amennyit valóban érdekesnek találsz, és csak azokra fizetsz elő. Ez már érdekes egyébként, ez érdekes jelenség a televíziózás jövőjét tekintve, mert kezdünk eljutni oda a televíziózással kapcsolatosan és a televíziós műsorokkal kapcsolatosan, mint amikor az ember a házi könyvtárát használja. Mert ugye a házi könyvtáradat sem úgy használod, hogy a polcról elkezded jobbról balra olvasni, aztán mész az alatta lévő polcra és így tovább, hanem kiválasztod, amit el akarsz olvasni. De miért nem így televíziózik az ember? Tehát miért van az, hogy bekapcsolja, és ha kell, hanem végignéz egy csomó műsort? Nem az lenne az észszerűbb, hogy kiválasztom azt a műsort, amire kíváncsi vagyok, és utána kikapcsolom. E felé megy ez a tendencia is. Vagy például erre mondta a Réz András egyszer, hogy ennek a ha kell, hanem tévénézésnek az az oka, hogy a háztartásokban a televíziós készülék úgynevezett oltárhelyen van. Oltár. Ez is oltárhelyen van. Ugye? Mindenhonnan látható. Ha ez a vászon
nem akarom rontani a forgalmat itt a vendéglátóhelynek, de ha ez a vászon be lenne fordítva az egyik sarokba, és csak akkor, csak az nézni, aki effektíve kíváncsi arra a műsorra, és oda megy és nézi, és utána elmegy beszélgetni, akkor egészen mások lennének a televízió nézési szokások. Tehát, hogyha otthon, a nagyszobában nem oltárhelyen lenne a televízió, hanem be lenne fordítva a sarokba, akkor egészen mások lennének a televízió nézési szokások, akkor például az az 50 ezer, aki nézte a Hót sötétet az RTL-en, az lehet, hogy egy idővel eltűnne, mert be se lenne kapcsolva a televízió, mert nem az az első feladat, nem az az első történet. Szóval ilyen szempontból a televízió most azt mondják a szakemberek, hogy az egyszerűsítés a cél. Mert olyan sok mindent öntöttünk az emberek fejére, hogy egyszerűen ez már kezelhetetlen, meg egyszerűen nézhetetlen. És tényleg ez a távirányító, nyomkodós effektus, ugye? És ez eljut odáig, hogy bizonyos háztartásokban mindenkinek van már televíziója, a gyereknek és a nagymamának, a nagypapának, és mindenki egymástól függetlenül néz, és otthon vannak együtt, de mégsem találkoznak egymással. És ezek nagyon érdekes jelenségek, és kérdés, hogy ez egészen hova fog elmenni. A másik viszont, ami szintén tovább cizelálja a képet, az az, hogy a televíziózás és a televízió nézési szokások, azok jelentős mértékben kiegészülnek az úgynevezett új médiával. Ma már az összes televíziós társaságnak van külön új média igazgatósága, aki csak az internetes kommunikációval, Facebookkal, Twitterrel és az egyéb ilyen háttér dolgokkal foglalkozik. Szóval ma már elképzelhetetlen az, hogy ugye látjuk ezeket a különféle tehetségkutatókat, sportközvetítéseket, hogy ne legyenek hozzá applikációk, vagy ne legyen hozzá Facebook oldal, ne legyen hozzá Twitter. Ez nálunk a Facebook nagyon megy, de egyébként a világban inkább a Twittert használják, inkább a Twitter oldalakat, meg a hashtageket propagálják, mindegy. Szóval ennélkül nem működik. Amikor mi tavaly kimentünk a labdarúgó világbajnokságra közvetíteni, akkor egyetlen egy iPhone-nal, ez most nem a reklám helye, csak hogy egy okos telefonnal meg lehetett oldani azt, hogy mi küldtünk haza különféle, az hagyja, hogy mit tudom, egy selfit egy stadionban, az a legegyszerűbb része a dolognak, az ember föltörti az Instagramra, még én is meg tudom tanulni, és akkor az működik. De például tudósításokat készítettünk, televíziós tudósításokat. Tehát én Brazíliában kiálltam egy stadion elé, belemondtam a telefonomba egy egyperces tudósítást, utána ugyanezzel a telefonnal csináltam hozzá néhány vágóképet, mert ezt az egészet föltöltöttem, és este a magyar híradóban, ez televíziós műsor volt, ez tudósítás volt, egy perc Rio de Janeiroból. Hát annak idején hát ez elképzelhetetlen volt, meg stáb kellett hozzá, meg mindenféle. Most egy ilyen vacak telefonnal meg lehet csinálni. És hogyha még vittünk volna magunkkal ilyen selfie botot, akkor még jobban nézett volna, aki nem lett volna egy ilyen rettenet belőle. De ezt egy telefonnal, egy teljesen humán beállítású kommentátorral simán meg tudják csinálni. És az, hogy én föltöltsem egy FTP-re, vagy vannak ezek a WeTransfer, meg told a cuccot, meg tehát vannak ezek a lehetőségek, hogy nagy terjedelmű dolgokat át lehet küldeni, ez nem probléma. Egy probléma van csak, hogy a szállodában a wifi vacak, és 6 óra alatt megy át egy 2 perces cucc. De hogyha bemegyek a stadionnak a sajtóközpontjába, ott akkora sávszélesség, hogy egy 2 perces tudósítás 3 másodperc alatt így zitty, és Budapesten van. És ez már hozzá tartozik, ugye, vagy ezekhez a közönség, vagy a tehetségkutatókhoz baromira hozzá tartoznak az applikációk. Azt mondom, hogy ne küldjél SMS-t, vagy hát küldhetsz, persze még van, hogy küldjünk SMS-t, de egyébként az applikációval szavazhatsz, és otthon tekergeted a pontokat, hogy hány pontot akarsz adni a Rozikának, meg emelkedjen a fal, meg nem tudom, hogy micsoda. És ezt otthonról hozzáteszed. És ez ma már része a dolognak. Nagyon érdekes például, hogy a Ma Nagy Talpon című műsornak is természetesen volt Facebook oldala, ami egy nagyon-nagyon fontos egyébként, és nagyon tudatosan használják ma már ezek az új média szakemberek, kommunikációs média szakemberek. Ugyanis azt mondják, hogy ezekkel a Facebook oldalakkal, ami egy-egy műsorhoz tartozik, nagyon erősen lehet közösséget építeni, azt a közösséget, akik egy bizonyos műsorhoz tartoznak. Én nem tudom, hogy ez magas szám vagy alacsony szám, de ma megnéztem kíváncsiságból, készültem erre az estére, hogy a Ma Nagy Talponnak például 61 ezer ilyen lájkolója vagy kedvelője volt itt az elmúlt idők során. 61 ezer, ez nem kevés. Azt is láttam, hogy azon kívül, hogy ugye bárki, aki Facebook elérhetősége rendelkezik, föl tud menni az oldalra, ezen kívül volt egy 400 valahány fős zárt csoport. Azok mi a túrót csináltak zártan?
kérdeztem a kollégáimtól, és azt mondták, hogy például azt csinál, ja, és ami az érdekes, hogy a Facebook oldalnak a látogatottsága az a műsor alatt a legnagyobb. Tehát miközben nézi a vetélkedőt, ahol ugye kérdések vannak, meg válaszok vannak, tehát nem agyhalál van, hanem figyelni kéne, közben Facebookozik. De mit csinál a Facebookon? Egyrészt kommenteli, másrészt versenyeznek az emberek a Facebookon, hogy kitölti föl hamarabb a jó választ. Tehát most már nem csak az van, amit az egyik név nélkül, tudom, hogy minden sztori névvel jó, de ez most név nélkül, egy futballista felesége megvezette a férjét. Mert délután megnézte a műsort, és aztán este hazajött a futballista, és mondta, hogy drágám, nézzük meg a műsort. És megnézték az ismétlést. De ő nem mondta el, hogy ő délután már látta, és köpte a válaszokat. És a férje az csak, anyuka, ezt is tudod, ezt honnan tudod. És a csaj megállt, mint ezt, miért te nem tudtad? Szóval most már nem csak az van, hogy a díványon a mellettem ülőnek mondom, hogy tudom, és aztán addig mondom, amíg a gyerekek el nem küldik, hogy apa most már menjen játszani, hanem a Facebookon egymással versenyeznek, hogy ki tudja hamarabb. És a televízió nézés közben Facebookoznak, és állítólag, én ugye nem tudom, de körülbelül 30 ezer ember követi Facebookon, miközben megy az élő televíziós műsor. Ami azt jelenti, hogy körülbelül a nézők 8-10%-a ma már így néz televíziós műsort, hogy közben Facebookozik. És közben nem csak Facebookozik, hanem aktívan részt vesz. Hozzá kell tenni, de most ugye ezt nagyon tudatosan lehet használni a közösségépítésre, és akkor arról nem beszélve, hogy mondjuk ezek a Facebook oldalon meg lehet osztani olyan tartalmakat, ami nem kerül adásba. Kivágott jelenetet, bakit, mit történt leállás közben, szóval egy csomó ilyen plusz információt, vagy plusz játékokat lehet játszatni, feladványokat adni, küld be, és akkor bekerülhetsz a műsorba. Szóval ezer ilyen módon lehet kötni az embereket. Vagy például a labdarúgó világbajnokságon nagyon szerették azokat a fajta kis tudósításokat. Ugye nem csak a híradónak tudósítottunk, hanem például a saját Facebookon oldalra, vagy a saját internetes oldalra, és akkor jöttek ilyen verkfilmek, ilyen háttérfilmek, mi zajlik a sajtóközpontban, tehát ami egyébként nem látszik a közvetítésben. És ezeket általában nagyon, nagyon szeretik az emberek, és nagyon, nagyon igénylik a nézők, hogy ilyeneket lássanak, és ezekbe belepillantsanak. Ugyanakkor abszolút alkalmas arra is, hogy ugye a műsornak adjon egyfajta reklámot, szájpropagandát, de nagyon alkalmas a személyiségépítésre, a sztárépítésre is, a műsorban lévők hájpolására, annak a felvezetésére, hogy holnap is gyertek, mert holnap ez és ez lesz, vagy holnap gyerekekkel játszunk, vagy holnap kéményseprőkkel játszunk, stb. Tehát ez egy nagyon érdekesen és nagyon tudatosan alkalmazható kommunikációs forma, és abban sem vagyok biztos, hogy ez most már csak a fiataloké, persze elsősorban a fiataloké, de azért dobtam egy ollós hátast, amikor a 68 éves anyósom és a 75 éves apósom Facebook oldalt hozott létre saját magának. Azon úgy elgondolkoztam. És ők úgy érezték, hogy ez szükséges, mert a testvéreikkel, akik szintén 60 és 70 év fölött vannak, így tudnak a legjobban kommunikálni. Úgy látszik, hogy itt tart a világ. Én nem tudom, hogy az 50 évemmel hol tartok, mert én nem vagyok rajta a Facebookon, de ez mindegy. Szóval ilyen szempontból ez nagyon érdekes. Ugyanakkor azért van ennek egy veszélye is, csak zárójelben hagy mondjam, méghozzá az anonimitás. Nagyon sokan anonim módon kommentelnek, vagy küldenek SMS-eket, és ezzel két baj van. Az egyik baj az, hogy az a tapasztalatom, hogy amikor anonim módon kommentelnek emberek, akkor megszűnik egyfajta önkontroll. És azért, hogyha elolvassuk egy bármilyen cikknek, vagy bármilyen kapcsolatosan a kommentelőket, akkor nagyon hamar azt veszük észre, hogy alpári, indulatos, odamondogatós, átgondolatlan, buta, szóval nagyon sokszor taszító. Nagyon ritka az, amikor épületes beszélgetést lehet látni az ilyen kommentelőkkel. A másik problémája meg az például egy futballmérkőzésen. Tehát az ma már teljesen normális, hogyha én közvetítek egy Real Madrid-Barcelonát, akkor jön egy SMS, hogy ez a szemét miért drukkol a Barcelonának, és avval egy időben jön egy SMS, hogy ez a szemét miért drukkol a Real Madridnak. Tehát a néző úgy érzi az egyik, hogy az egyiknek drukkolok, a másik a másiknak, miközben nyilvánvalóan a kettő kioltja egymást, nem? Mert ha az egyik így érzi, a másik úgy, akkor valószínűleg nem drukkoltam egyiknek se. Ráadásul ők ketten elfogultak, én meg nem.
De neki ugye joga meg lehetősége van arra, hogy elküldjön ilyen SMS-eket, ahelyett, hogy gondolkozna egy kicsit. Tehát nem biztos, hogy feltétlen annyira jó ez a mindenhez való hozzászólás és mindenhez való kommentelés mindenáron. Tehát ezzel azért azt kell mondjam, hogy azért csínyán kéne bánni. Néha érdemes, vannak olyan műsorok, ahol alul a beküldött üzeneteket lehet olvasni. Hát azért néha ott is átcsúsznak a moderáláson érdekes történetek. Igazából az egyetlen, ami világosan látszik a televíziózásban, és jól definiálható, és jól látható a jövője, az az élő televíziózás, az élő közvetítések, az élő műsorok, az élő események. Tehát ez az, ami még real-time-ban oda tudja ültetni az embereket a televízió elé, és amit akkor is ott fognak megnézni. Ez nyilván lehet egy sportesemény is, de lehet mondjuk az a pillanat, amikor nem tudom hány százmillió vagy milliárd ember nézte annak idején a CNN-en, amikor a World Trade Center két tornya összedőlt. Élő egyenes adásban dőlt össze az a két torony. Tehát azért ezzel nyilvánvalóan nem lehet verseny, és ez nyilvánvalóan ez a televíziói marad sokára, de minden más szépen lassan egyre inkább át fog csúszni oda, hogy letöltöm majd és megnézem, fölveszem, rögzítem, vagy közösségben nézem. Szóval szépen lassan kezdünk elmenni e felé a könyvtár effektus felé. A kérdés csak az, hogy ezek a folyamatok milyen gyorsan fognak alakulni, és egészen pontosan merre felé fognak alakulni. Mert erre igazából nem nagyon van világos kép. Tehát ahány szakember annyi félét mond ezzel kapcsolatosan, hogy mi fog történni. Minden esetre én azt gondolom, hogy média és kommunikáció szempontból nagyon érdekes az az időszak, amit most megél a televíziózás, ahogy most átalakul a televíziózás. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok róla. Úgyhogy én köszönöm szépen, igazából ennyit akartam úgy nagyjából elmondani. Beszélgessünk. Ja, nem, de köszönöm szépen.